Borbás Marcsi minden könyve a www.egy.shop.hu oldalról rendelhető. Aki még nem végzett a kert tavasziasításában, még nincs elkésve. Ezeket a füveket, díszfüveket, lágyszárúakat és fásszárú dísznövényeket is ilyenkor visszametszük. De hogyan? Ugye két fő metszőolló típus van nálam, ez a rávágó metszőolló. Nem egymás mellé megy a két penge, hanem így egymásra így rá zár. Ez a metszőolló erősebb, viszont roncsol. A birsalmát kivéve, mert annak nagyon erősek az ágai, nem ezzel a típussal metszük, hanem a mellévágóval, amikor a két penge ugye egy elcsúszik, mint az olló általában, így egymás mellett nagyon szorosan, mert ez nagyon élesen vágja el az ágakat, tehát sokkal kisebb a valószínűsége annak, hogy bármiféle betegség, fertőzés ott elindul. És ha már itt tartunk, hogy betegség, fertőzés, mindig tiszta metszőollóval dolgozzunk. Tehát olyan ne legyen, hogy itt most vagdosom a virágokat, utána ugyan ezzel tisztítás nélkül elmegyek a gyümölcsfára, mert bármiféle betegséget vihetek át. Ezzel a rávágóval leginkább száraz, elhalt ágakat lehet vágni. Egyrészt nem baj, ha roncsolódik, másrészt erős. Ezzel a mellévágóval pedig finom metszéseket, a gyümölcsfa élő ágait, vagy majd mutatom itt a hortenziának a visszavágását is, mellévágóval végzem, hogy nagyon penge, nagyon tiszta vágási felület legyen. Hát akkor ezt a szárazat, mint mondtam, a rávágóval, nagyon fontos a tisztaság mellett, hogy igazán jó, éles legyen a szerszám. Teljesen vissza kell vágni ezeket a füveket, hiszen ezek a kerti díszfüvek tőről hajtanak újra. Ez a verbéna még decemberben is gyönyörű virágokat tartott magán, hihetetlen sokáig virágzik. Ez a növény is tőről hajt újra, tehát az ilyen évelő kerti növényeinket egyszerűen le kell metszeni, amelyek tőről hajtanak újra. Azok a fásszárú kerti virágaink viszont, amelyek nem tőről hajtanak, hanem ágról, azoknak mindegyiknek megvan a maga módja, hogy hogyan kell visszavágni. Most használom ezt a metszőollót először, és annyira kényelmes dolgozni vele, és most rájöttem miért, hogy ahogy becsukom, az alsó fordul. Nagyon jól működik. Ezeket, amiket levágtam, ezek mennek mind a komposztra. Ezt, ha levágtam, akkor mehetünk tovább a hortenziákhoz. Nekem háromféle hortenziám van, és máshogy kell őket metszeni, úgyhogy menjünk, mutatom. Nos, ez a kerti hortenzia. Ennél a fajtánál, hortenzia fajtánál azt kell tudnunk, hogy ezeket a hajtások végén lévő bimbókat, ugye azt már tavaly hozta. Ezekből lesznek a virágok. Tehát itt nem metszünk vissza semmit, mert elmetszük, eltüntetjük a virágbimbókat. Amit egy rávágóval kivágunk elsőként, azok a levirágzott, elhalt hajtások. Ezek a beszürkült ágak, ezek teljesen élettelenek. Ezeket tőből ki kell metszeni. Egészen lent. Tehát ez az első feladat, és amikor ezt kimetszettük, akkor már jobban át fogjuk látni a helyzetet, és meglátjuk, hogy mit kell még levágni. Tulajdonképpen ezt a kerti hortenziát kell a legkevésbé metszeni. Na most, itt van egy ág, látszik, hogy van a csúcsán egy bimbó, ami virágbimbó, de itt mellette van egy oldalág, ami elhalt. Azt levágjuk. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor jön az ilyen finom metszés, tehát ezeket egyet sem metszek,
De vannak ugye ilyen ágaink, aminek itt van az első bimbója, tehát addig egy mellévágóval ügyesen lecsippentjük. És ezzel végeztünk is. A kerti hortenziát nem kell jobban megmetszeni. Egyébként a kerti hortenzia tőről is hajt, hogyha megnézik, nem csak az ágakon hoz hajtásokat, hanem hogyha lesöpörjük róla a leveleket, látszik, hogy legalulról szintén hoz új ágakat. Ezek az idén még nem fognak virágozni. Na nézzük a bugás hortenziát. A bugás és a bokros hortenzia egy alapvető dologban különbözik a kerti hortenziától. A kerti hortenzia főként az előző évi hajtásokon hozza a bimbót, a virágot, a bugás hortenzia mindig az évi hajtáson virágzik. Ezért a bugás és a bokros hortenziát mindig 30-50 cm-re visszavágjuk. Attól függően, hogy milyen nagyon vágjuk vissza, hogy hol találjuk a vesszőkön az első rügypárt. Előtte azért elmondom, hogy itt is azok a hajtások, amelyek elhaltak, legalább 5 évesek, és már nagyon öregek, és már nincs bennük élet, azokat tőből kivágjuk, nincs értelme tartani. Látszik, hogy ez egy egyéves vessző, de mindegyiknek érdemes megkeresni az első rügypárját, mégpedig azért, mert a hortenziák mindig a legfelső száron, a vesszőn legfölül lévő rügyre dolgoznak. Tehát itt gyönyörűen ki fog hajtani, de a többire már nem nagyon fog erő jutni. Ezért nincs értelme annak, hogy látjuk, hogy rügypár, van vagy 12 rügypár végig a vesszőn, hogy aj, mentsük meg itt is, mert el fognak csökevényesedni. Végül lesz egy nagy, csupasz, hosszú vesszőnk a tetején egy virággal. Tehát érdemes a legalsó vagy a második rügypárig, amit közvetlenül egy mellévágó metszőollóval, közvetlenül a rügypár fölött egy nagyon éles metszőollóval elmetszünk. Ne sajnáljuk, minél bátrabban metszük vissza, annál szebb lesz, mert annál több új hajtásunk lesz, és minden új hajtáson lesz minimum egy, ez egy a két éveseken egy nagy fej, a több éveseken pedig több kisebb, és minél habosabb a virágtól egy hortenzia, annál szebb. Tehát bátran. Az ilyen kis pici csökötteket lecsippentjük tőből, ennek semmi értelme. Így, és akkor ezeket a sallangokat pedig jó szorosan levagdossuk. Itt van ugye a bokros hortenzia, ez egy Annabella, aminél 1, 2, 3, 4 és 5 éves vesszők vannak. Az 5 éves vesszők általában elhaltak, azokat ki kell emelni, tőből kivágni. Ugyanúgy teljesen a 30-50 centire vissza kell vágni páros rügy felett a vesszőket, mint a bugás hortenziánál, mert ha ezt nem tesszük, akkor ugye csak a legfelsőt fogja nevelni, alig lesz virágunk. Az idei új hajtásokon van virág ezeknél a hortenzia fajtákon, úgyhogy ne sajnáljuk, mert minél jobban visszavágjuk, annál több új hajtás lesz, annál több új virág lesz. Az 1-2 éves vesszőket onnan ismerjük meg, hogy azok a legfrissebbek, ez például egy 1 éves vessző. Ennek itt van az első rügypárja, itt a második, valahol itt maximum fél méteren közvetlenül a rügypár fölött érdemes elvágni. Azokat az ilyen eltekeredett, elvékonyodott hajtásokat, mint ez el is van halva, ezeket mindig tőből vágjuk ki, mert ezek csak kócossá teszik a növényt, semmi komoly dolog nem várható róla, úgyhogy nincs rá szükségünk. Ezek, amik már így hámlanak, ezek 4-5 éves hajtások, ezeken már olyan nagyon nagy virág nem lesz, mint a 2-3-4 éveseken, viszont lesz több kicsi.
tehát érdemes velük foglalkozni. Ugye ez még az eredeti támaszték, de ide ki fogok húzni két zsinórt, a fal innen meg fogja tartani, és itt pedig két zsinór fogja tartani, hogy ne boruljon az útra. Ennyire visszametszettem, ilyen 35-40 centire a hortenzia bokromat, és várom a csodát. Minden kertbe hortenziát legyen ez a jelszónk. Egy francia hagymaleves receptet mutatok, ez gluténmentes, nem lesz benne liszt, viszont lesz benne nagyon finom krémes tejszín, vaj és sajt. Szóval először is egy szép adag vajat megolvasztok, azon a kockára vágott vörös hagymát, és amit felkarikázok, új hagymát, póréhagymát szépen szinte karamellizálni fogom. A vörös hagymát már kockára vágtam, most jöhet a póréhagyma, de lehet kizárólag csak póréhagymából is készíteni. Jöhet rá a vörös hagyma, só, egy púpozott teáskanálnyit tettem egyelőre rá. Hogyha maradt egy kis húsleves, és már nincs se zöldség, se hús, csak a lé, akkor annak például az egyik legjobb felhasználása, hogyha egy francia hagymalevest készítünk belőle. Hozzájön a póréhagyma. Egyetlen egy dolog nem jó hozzá, a lila hagyma. Új hagymát is. Ahogy karamellizáljuk, pirítjuk a hagymát, a vajtól is, és a benne lévő karamellizált cukroktól is egyre édesebb. Viszont majd megkóstoljuk, és hogyha kívánja, akkor egy csöpp kis cukrot adhatunk még hozzá, mert azért ez egy picit, persze sós étel, de egy picit jól áll neki az édesség is. Amíg ez jól dinsztelődik, addig lereszelem a sajtot. Teljesen tökéletes a mi trapistánk. Ebből annyit reszeljünk, hogy mivel liszt nélkül készítem, a tejszínnel és ezzel a sajttal fogom magát a lét is besűríteni, és maradjon reszelt sajt ugye a pirítós kenyér tetejére is, amit majd a sütőben rásütünk adagonként. Amikor már kezd pirulni a hagyma, tehát már zsírjára pirul, akkor egy kis kakukkfűvel fogom ízesíteni. Azért pirítom át a kakukkfűvet is, hogy minél jobban kijöjjön a kakukkfű illata. Most már szép szalmasárga kezd lenni a hagyma, úgyhogy ráteszem a kakukkfűvet is. Picike kis leveleit lehúzom a száráról, és picit meg is vágom. Amikor már látszik, hogy elpárologta a nedvesség zömét, és már sül a hagyma, és megvan az az illat, amit vártunk, akkor fehér borral felöntjük. Ne sajnáljuk róla. És ezt így addig pároljuk, amíg az alkohol teljesen el nem tűnik róla. Csak a bor aromái, a sava az, amire szükségünk van. Benne egy jó, sűrű tejszínnel, és egy zöldség vagy csirke alaplével, húsleves maradékunkkal fogjuk felönteni.
Na, mostanra jó. Jöhet a leves. Attól függ ki, mennyire sűrűn szereti ezt a levest, annyi lével öntsük fel. Jöhet bele a bors. Amikor már puha a hagyma, akkor jöhet a tejszín, ez is ízlés szerint, meg hogy mennyire szuper sűrű tejszínünk van, attól is függ. És jöhet a reszelt sajt is. Teljesen elolvasztjuk benne a sajtot. Ezzel krémesítjük, most nem vajjal. Ha ezzel megvagyunk, akkor érdemes kis tűzálló tálakba kiadagolni. Egy kenyér szeletet, amit pirítósnak elkészítünk, tetejére rakni, megpakolni reszelt sajttal, és mehet be a sütőbe. Amikor piros lesz a sajt a tetején, akkor forrón tálaljuk.